Tulajdonképpen én 4 éve indítottam el, vagy 4 éve volt az első olyan szüret, amit úgy önállóan vállalkozás formájában elindítottam, tehát ennél azért régebb óta foglalkoztam borra, voltak szerencsére jó mentoraim, és akkor én ezt az egyetem mellett próbáltam meg tulajdonképpen vinni, és most is az egyetem mellett csinálom. Vásároltam szőlőt, illetve területet, kevesebb mint 1,5 hektáron gazdálkodunk jelenleg, és akkor a többit az pedig sikerül a szekszári borvidékről, helyi termelőktől, illetve barátoktól megvásárolni. Én Budapestről jöttem ide Szekszárra tulajdonképpen, és akkor itt vettünk egy területet, ahol tulajdonképpen a pincészet is van. Itt lakunk mellette, és volt az a présház, amiben tulajdonképpen most vagyunk. Ennek a végében volt egy beszakadt pince, és akkor ide 18-ba, illetve 19-be készítettünk 3 darab kupolát. Az idei év az első szerencsére, hogy sikerül magunkat megmutatni, és ez így egy álom vált valóra, hogy azért Szekszárdon a nagyok mellett ott legyünk. Hét tétellel készülünk a szüreti napokra. Ebben van cserszegi fűszeres, kadarka fehér, rozé, ezek éjfrankos merló rozét. Vannak könnyebb vörösboraink, egy merló, illetve egy kadarka. Készülünk továbbá egy nagyon szép szirával is, illetve egy testesebb merlóval még. A 15-ös pavilonnál leszünk. Ez a Béla téren vagy a templomban szembe áll az ember, akkor jobb oldalon rögtön az Ízek utcája mellett, ott leszünk az elsők. És hogyha valaki egy jót evett, ivott, akkor utána várjuk, hogy sok szeretettel.